Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Visszaérkeztünk Oroszországból Grúziába, és ahogy átléptük a határt, rögtön följöttünk megnézni egy ortodox templomot, a Trinity Church névre hallgató 14. században épült templomot. Különleges, mind korát tekintve, mind pedig az elhelyezkedését. 2440 méteren van fönt, annak megfelelő időjárással. Nincs melegünk, mert már lassan április közepe van, és hogyha lemegyünk innen, mondjuk Tbilisibe, ott olyan 20-22 fokok vannak, igazi tavasz. És körbejövünk itt a templomon. Tipikus Grúziára jellemző építészeti stílus, majdnem mindenhol megtalálható ez a 8-10 szög, 12 szög alakú tetőszerkezet. Biztos mondtam már, de engem ezek nagyon lenyűgöznek, a régi dolgok, úgy, mint ez itt bent. Bent túl sokat beszélni nem akarok. Szent Jován, ennek az én életemben jelentősége van. Ki is jövünk innen, és megmutatom a környéket, a tájat. Magas havas hegyek. Több mint 5000 méter magasak. Itt pedig hejhó, hejhó, mert hogy itt 2-3 héttel ezelőtt még hatalmas félméteres, méteres havak voltak. Jött a gyors tavasz, sok minden elolvadt, leginkább a hó. Ne kelljen ennyit menni egyszerre. De hát muszáj, ahhoz, hogy meg tudjam mutatni. Szél az fúj, az nagyon vad. És havazik éppen. Hozzák fel a vizet. Kikerüljük a turistákat. Márti nem turista, hanem útitárs. És itt fejezzük be a filmezést a csillagrombolóval. Fölkapaszkodtunk oda. Hát mi ott parkoltunk le. Még egyszer a templom. Egy olyan pozícióból, amit még nem sikerült megmutatom, mert túl közel voltam. Ilyen. Tehát ez a Trinity Church. 14. században épült ortodox templom. Megyünk tovább, keresünk még hasonlókat. Sziasztok, puszi pacsi!